érdekében is beindult a szezon. Elkezdődött a NB2-es bajnokság, ugye sikeresen folytathatjátok NB2-ben a szerepléseteket. Hogyan sikerült a nyári felkészülés, hogyan alakult a csapat? Hát a felkészülésünk az felemásra sikerült. A csapatból sajnos távozott Mór Gábor, mondhatni a csapat egyik legjobb játékosa. Ő helyette megpróbáltunk új játékosokat igazolni, ifjúsági játékosokat próbáltunk meg idehozni Bábolnára, ami sajnos nem sikerült. Túlságosan nem is erőltettük, mert a csapat azért egyben maradt, a többiek maradtak. A felkészülés szempontjából Nyergesújfalon, Győrben, Mosonmagyaróvár voltunk különböző tornákon. Van egy B csapatunk is, elég sokan vagyunk ővelük együtt, és rájuk megpróbálunk egy kicsit alapozni, hogyha NB2-ben meg vagyunk szorulva, azért rájuk azért lehet egy kicsit számítani. Visszatérte az ifjúsági játékos, ugye ő hosszú sérüléssel bajlódott. Igen, hát a Körben Démikéről van szó, neki volt egy kézújtörése. Hát hál' Istennek ő most visszatért a csapatba. Még nincsen az igazi formájában, ő azért ennél jobb eredményeket szokott elérni, mint amit az első két bajnokinkon elért. De biztos vagyok benne, hogy ő bele fog lendülni. A csapat erőssége lesz az ifjúsági játékosunk. Mellette még a Jurics Robinak a két kisfia jár még, mint ifjúsági. Hát őket majd megpróbáljuk szépen utána beépíteni a csapatba, de hát őnekik még van idejük, 14-13 éves gyerekekről van szó. Az első fordulóban Székesfehérvárra látogattatok, hogy sikerült ez a mérkőzés? Az első forduló mindig, mondom, nagyon nehéz, pláne, hogyha azért idegenbe kell játszani. Hát igen, a tavalyihoz viszonyítva azért jobban sikerült, ugye tavaly kikaptunk 8-0 a Dunaújvárosba, most 5,5-2,5 arányba kaptunk ki, úgyhogy végigvezettünk, nagy sanszunk volt a győzelemre, hát sajnos bennem is és a többiekben is benne maradtak olyan fák, amikkel végül is hozhattuk a mérkőzést. Nem sikerült, majd megpróbáljuk tavasszal őket itthon legyőzni. Na hát itthon aztán azt hiszem, hogy egy nagyon szép győzelemnek örülhettek, mert egy nem akármilyen eredménnyel sikerült megverni az ellenfelet. Igen, hát a Sári Sárpot fogadtuk, őről tudni kell, hogy 5 éven keresztül a negyedik helyen végeznek minden évben, mert bosszankodnak is végette. Mai mérkőzés nagyon nagy meccset játszottunk velük, csapat pályacsúcsot dobott a csapatunk, ez kellett a sikerhez, és 6-2-re sikerült őket itthon megvernünk. Ki volt az, aki a legnagyobbat dobta ezúttal? Ugye a Morvai Gavi már nem játszik, akit szokta döntögetni a csúcsokat. Igen, hát most a Barányi felé próbálja meg helyettesíteni a Gavit. Hát ő neki nagyon jól ment, ő dobott a Köfémnél is, és a mai mérkőzésen is ő volt a csapat legjobbja. Mellette még a Skuba Zolit lehet neki emelni, aki a mai mérkőzésen nagyon jól dobott. Ugye csapat csúcshoz, hogy csúcs legyen, azért mindenkinek oda kellett tenni magát. 5 emberünk dobott 500 fa fölött, a Imike dobott 4,92-t. Hogyha még ő is belelendül, akkor szerintem még ezt a csúcsot még tovább fogjuk döntögetni, remélem az idejében. Az NB2-es bajnokságon túlmenően úgy tudom, hogy készültök egy komolyabb rendezvényre, ami hát talán egy ilyen emléktorna lesz. Igen, a Nyerges Béla bácsi egy évvel ezelőtt ment el, és az ő emlékére szeretnénk egy 4 napos emlékversenyt rendezni. Hát ígéret van rá, 30-40 csapat fér be a 4 napba, azon körülbelül 100-120 ember. És nagyon sokan jelentkeztek már Mosonmagyaróvártól, Ajkától, Soprontól kezdve, hogy érdeklődnek is, hogyha összejön, akkor tényleg szép számú játékosok fognak részt venni, és szeretnénk minél jobb díjazást. Minden osztályban lesz felnőtt férfi igazolt és amatőr, akkor lesz női igazolt és amatőr, és mindenhol a első 3-nak szeretnénk díjazást adni. Gondolom, hogy kiemelten inkább a csapatokra, illetve hát a nem amatőrökre számítotok. Az amatőrök mennyiben fogják színesíteni ezt a versenyt? Van-e arra kilátás, hogy jönnek ide olyan tekézők, akik ugye nem tagjai egy csapatnak sem? Igen, van rá, és jobbára ők jelentkeztek eddig. Ugye Béla bácsit is nagyon sokan ismerték, mi sokáig amatőr szinten műveltük ezt a játékot, és Tatabányától, Oroszlántól kezdve, Győrbe,
Nyerges Újfalúr úr nagyon sok amatőr jelezte, hogy ők szeretnének igenis részt venni. Ugye egyrészt a Béla bácsi tiszteletére, másrészt arra, hogy Bábonán nagyon jó pálya van, és szeretnek itt játszani. Meddig várjátok a jelentkezéseket, és mikor kerül megrendezésre ez a verseny? Jelentkezéseket szeptember 20-áig várjuk, de hát hogyha úgy lesz, azért még utána se lesz fogadó, ugye, hogyha még lesz helyünk. Október 1-e, 2-a, 3-a és 4-én lesz a verseny. 1-e, 2-án délután 4-től este 9-ig. Utána szombaton lesz reggel 9-től este 10-ig. Vasárnap pedig reggel 9-től, és jó, 4 óra, 5 óra tájékán lesz az eredményhirdetés.